Sziasztok, Stereo vagyok, és a mai videóban egy erősítővel fogunk foglalkozni. Elég régóta nem volt videó, tegnap 8:30-kor jött ki a vadonatúj Hybrid Paradise-dal. Vágjunk bele! Na tehát erről a drágaságról rendben szó. Ez a Skytac SPL 400-as erősítő, aki ismeri a márkát, azt tudhatja, hogy olyan szar, amennyibe kerül is. Alapvetően ez az erősítő elvileg kétszer-kétszer... Meg is mutatom a dobozát. Itt van. Hogy... nem tudom, mennyire látszik, kétszer 200 watt, 4 ohmon, 8 ohmon, meg kétszer 150 wattot kéne teljesítenie. Ezt úgy kéne neki megoldania, hogy alig vesz föl 100 watt, illetve pontosan 100 wattot vesz föl. Félkézzel elég nehéz forgatni, mondjuk annyira nem súlyos erősítő. Tehát 100 wattot vesz föl, és T1-es ellenállás van benne. Az, hogy 400 wattot kiadjon, az legalább 500-nak kéne itt lennie. Elbaszott a fókusz. Tehát itt az egyes hely legalább egy 5-ösnek kéne lennie, és nem ilyen töltésnek. A másik pedig az, hogy az egészet még ilyen vékonyan is így megemelem. Na most ezt az erősítőt, ez egy házi készítési erősítő, nem én csináltam, vettem valakitől, aki igencsak érti a dolgát. Tehát ez vagy 11 kiló, ez 2x100 vagy 8 ohmon és 300-at vesz föl. Ez elvileg 2x200, azért fölvesz 100-at. Nem értem egyszer mennyi a teljesítménye, egy multiméterrel 8 ohmra volt állítva, 2x25 wattot írt ki. 2x25 watt az nekem kvázi nem egyenlő 2x200-zal, de miért is rossz az erősítő? Azért, mert a sok rajta a basszus, meg alapvetően kb. Itt van a hangerő és elkezd villogni a peak. A peak azt jelenti, hogy az erősítő eléri a csúcs teljesítményét, és a peakelés után kegyetlenül romlik az amúgy is gyatra hangminősége. A gyatra hangminősége többek között azzal indokolható, hogy itt nagyon-nagyon picikébe ideírták nekünk, hogy Made in China, és hogy tele van IC-kkel. Ez az erősítő igazából egy IC-s szar. De alapvetően, nem megmutatom, mikhez használom, már nem ezekhez. Ez a kettő budapesti hangfal, tehát Beag, mint budapesti elektroakusztikai gyár, tehát ez meg ez a mély nyomó van rákötve, de ez sem bírja. A mély nyomó 70 wattos, vagyis az 70 wattos, ennek darabja meg 25. Tehát egyáltalán nem nagy teljesítmény. Alapvetően amikor megvettem, próbáltam magukat hetekig, vagy hónapokig hitegetni, hogy nem, ha ráműrő, akkor ezt tudja... 23.000 forintot adtam ki, a teszállítási költséggel együtt, és ez egy nagyon nagy tanuló pénz volt. Tehát ez az erősítő semmiképpen nem éri meg azt a 23.000 forintot, olyan... Hát én olyan a hangminőségét tekintve olyan 7-8.000 forintot adnék, értem, mert nyávag járni elő. Azért idegrohamot kapott ez a bolondok, mostanában nagyon nyávog. Jaj. Na, leszállsz? Na menj, utána cicja. Aztán ne nyerj magjál nekem bele a videómba. Alapvetően ez az erősítő otthoni berendezésekhez nem tökéletes, mert mondom, a hangminősége elég gyatra. Alapvetően szerintem a Skytac márkát ismerjük. Szóval igazából ez csak egy figyelmeztetésre akart lenni, hogy ne nagyon vegyetek ilyen erősítőt, tehát legalábbis, hogyha komoly cuszban gondolkodtok, nekem jelenleg a hangfelszerelésem az ebből áll, tehát ebből az erősítőből, ez 2x100 watt, egy csávó, hát vagy már 35 éve foglalkozik vele, 12.000 forintért vettem tőle, nagyon jó vételben, illetőleg ez a Soundcraft keverő még a hangrendszeremet képezi. Jó, meg hát ez a betört képernyői telefonom, ami csodálatos módon így is kiigazodok. Na-na. Ja, ez már hang. Na minden, nem nagyon akarok kökörködni, mert ugye tudjuk, hogy panelba köcsögök a szomszédok, de menj vissza. Bázd meg. Na, ez a videó igazából ennyi lett volna, sajnálom, hogy ilyen rövid lett. A héten még lesz videó, ezt megígérem. Addig is jók legyetek, én Stereo voltam. Sziasztok, és ha tetszett, akkor ne felejtsd, subscribe! Yeah. Yeah.